Azt már tudjuk, hogy egy rágcsáló élt benne, hiszen szét volt rágva minden kábel. Végre megtaláltam, hol volt a kocsiban a lakhelye, és hol raktározta a magokat. Ez töménytelen mennyiségű szar. Hát ide kell egy porszívó. Folyt az olaj a beltérben. Ma ezt is megoldjuk. Szépítünk. Azt barom erősen kell dörzsölni. Szerelünk. Ha nem vagy, akkor iratkozz fel, és dolgozz velem. Dolgozz velem. Hiába csináltam meg a kábeleket, nem minden elektromos dolog működik. Például az ablakemelő... Hiába nyomkodom, nem reagál. Reagálj! Aztán van ilyen kis Kenwood rádióm, amit ha bekapcsolok... Ne csak kamuzokám, hogy deka hangja nincs. Nem csinál semmit, nézd. Kattanik. Nulla, zéro. A megoldás keresésnél szokás szerint kezdjünk a legegyszerűbb, legkézenfekvőbbel, aztán haladjunk a bonyolultabbak felé. Az összes biztosíték nagyon régi volt, hát ilyenek, mint ez. Jó, hogy megvettem ezt a Fusibliri Cilindrici, olaszul biztosíték, gondolom úgy mondják, az összeset kicserélem újra, aztán lássuk, mi lesz. Mennyivel szebb? Persze, kit érdekel, hogy szép? Jó legyen! És jó is lett, mármint az ablak. Itt is elmondható, hogy a fő hiba nem az autóé, hanem megint a kontár szerelésből adódik. Ugyanis ez az ajtó, ez volt már leszerelve. Egy csomó patent el van törve, csavarok hiányoznak belőle, és az idiótája... Nem csak, hogy eltörte az ajtókárpitot, a külső kilincs csavarjából a kettő helyett csak egy van benne, mert... Ott van beleesve a másik. Csak az ajtókárpitot törte el, hanem az ablak sínt sem rögzítette rendesen. Látod, hogy mozog? És emiatt, mivel az a sín nem teljesen egyenes, ezért nem fut egyenesen fel az ablak. Mivel az a sín nincs rendesen rögzítve, ezért ferdén tud futni az ablak, és megakadt keresztben a keretben, úgyhogy vissza kell raknom a sínt egyenesre. Ez leégetheti a motort is. Nem csoda, hogy ellövöldözi a biztosítékot. Amúgy borzasztó. Te figyelj, megértem, nem kell mindenkinek érteni az autóhoz, de akkor miért áll neki? Miért szedi szét, és utána miért próbálja meg összerakni, úgyhogy ilyen gány munkát csinál? Ha már itt matatok, akkor ezek újra lesznek zsírozva az összes, a csuklópontokat beszoktam fújni olajjal. Egyébként automata váltóolajat szoktam ide pici injekciós tűvel benyomni, annál jobb nincsen. Nem kell sprével összefújkálni. Ide természetesen zsír kell, a csúszkákba is zsír lesz. Aztán minden olyan pontra, ami csuklik, nyetlik, nyaklik, mindenhova kell egy kis kenőanyag, és sokkal egyszerűbb lesz, és talán nem is fog keresztbe állni, miután persze a sín megvan igazítva. Rádió kérdésben viszont nem jött be az egyszerű megoldás. Itt sajnos a bonyolultabb felé kell menni, mert hiába cseréltem biztosítékot, továbbra sem történik semmi. Ezt innen kiveszem a helyéről. Hát nem látok ilyen kiemelő villahelyeket, hogy hogyan kéne, mert ki nem jön, valószínű valami brutálisabb megoldáshoz kell folyamodnom. De ezt nem akarod látni. Erről majd a következő részben. És figyeld, a nagyokos mit hagyott itt? Olajos rongy. Ennek az olajnyomás mérője még rendes olajjal működik, ami azt jelenti, hogy a műszerfal nem digitális jelet kap, hanem tényleges olajnyomást, egy pici olajcsövön keresztül, ami ide csatlakozik bele, ebbe, ide a műszerfal. Nézd meg, és olajos lett tőle. Ezt az anyát kell meghúznod, ebbe jön bele egy pici cső, és ha nem húzod meg rendesen, akkor folyik az olaj, hogyha abszolút nem húzod meg, akkor meg spriccel. Mert gondolom, amikor visszatette a műszerfalat, az óracsoportot, akkor nem megnézte, hogy mitől folyik az olaj, hanem csak benyomta oda ezt a szalvétát. Jó van az úgy. De vele ellentétben én megcsináltam, most már jó. Ott a cső, nem tudom, látszik-e, az a kis fényes cső, azon jön az olaj,
És ott az anya, rendesen meghúzva. Nézd, itt matatok, és mégis tiszta az ujjam. Ez innen már nem folyik. Csak ennyi lett volna. Ja, és van ám olajnyomás is. Működik! Miközben valamelyik nap nézegettem, hogy mi fog kelni a futóműhöz, hát ilyen tuti felsőlengőkar, meg ilyen golyós csapok, észrevettem, hogy a felni nem az igazi. Ugyanis, persze szépen le van festve ezüstre, na náhogy eladás előtt megcsinálta, összefestette a féknyerget is, ez nem gáz. Le van ütve a széle, még azt mondom, hogy ez sem probléma, de itt hiányzik belőle egy darab. Hát ez annyira nem tetszik. Annyira nem gázám a helyzet, mert menet közben nem kapja ki a kezedből a kormányt, nem akar leszakadni az útról, tehát annyira nem veszélyes, de azért ne járjunk már olyan felnivel, amiből hiányzik egy darab, és tudom, lehet javítani, de az a hegezgetés, ez így jó lesz. Tehát, hogy ugyanolyan lesz utána a felni, mint a gyári, aminek nincs semmi baja. Én nem tudom, picit félek ettől, meg hát szépre szeretném ezt az autót megcsinálni, úgyhogy... Felnéztem az USA termelői piacára. Gyönyörű felném. Bagó pénzért vettem, és baromi jól néz ki, mintha új lenne. Oda néz. Hát ez teljesen gyári, szinte hibátlan. Nincs szétütve a perem, a fényezésről meg ne is beszéljünk. Hát nem olyan kályha ezüst, mint az. Ez még a Mercedes gyárban lett festve. Hát nagyon jó. Nem is értem, ezeknél Amerikában ilyen ínyentségeket lehet kifogni néha. A bőrzé. És azért is értem meg nagyon azt a 14 ezer forintot, amiben nekem került, mert ha itthon venni akarsz egy ilyen műanyag kupakot, csak a közepét, azért elkének vagy 6-8 ezeret per darab, nemhogy a felni. Ha ezt nem találtam volna meg, vagy csak nagyon drágán, akkor lett volna egy másik opció, hogy van hozzá 4 gyári lemez felném szép disztárcsákkal, amik közül az egyiket már le is festettem ilyen szép gyári a sejjen feketére, a gumit ne nézd, mert az úgyis kukából kapu... Újat, ne már! Tó van a kocsi hátuljába. Halak is vannak. Ki kell szedni ezt a műanyagot. Ott van egy... De komoly. Ott van egy gumidugó, ami általában el szokott tömődni. A víz bejövetelnek több forrása is lehet. Igazából ezeket kéne először megszüntetni. Az első és legegyszerűbb, legkézenfekvőbb, ez a tömítés, ez a csomagtartónak a gumitömítése. Hát itt el is van szakadva. Elvileg ez... Ha ki van keményedve, akkor ugye nem tömít, tehát itt folyhat be víz, hát nem tudom. Aztán mondják még az antennának a tömítését, mondjuk ez például full kemény. Na most ez tényleg olyan, mintha műanyagból lenne, pedig ez gumi. Úgyhogy egy ilyet biztos, hogy rendelek újat, ebben van egy tiszta új, azt ki tudom cserélni. Ennek a hátsó lámpának is van egy tömítése itt belül, de ahhoz ugye szét kéne szedni, de már... A lámpa belsején semmi víz nem látszik. A tömítéshez meg ki kéne venni a lámpát, mert ez itt van mögötte, a kaszné és a lámpa között van egy gumitömítés. Mondjuk azok tényleg eléggé beszoktak keményedni, de akkor szerintem nem itt állna a víz, hanem itt. Aztán persze lehetne még locsolni a tetőablakot is, mert a tetőablaknak is vannak vízelvezető csövei, amik eljönnek egész ide a kocsi hátuljáig. A legjobb lenne az élőerős megfigyelés, ami annyit jelent, hogy fogok egy embert, aki nem szimpatikus, bezárom ide a csomagtartóba, és locsolom a kocsit különböző pontokról, meg kiabál, hogy honnan jön a víz, de á nem, aztán majd jönnek a rendőrök, megint. Sorozatunk első részében számos szétrágott kábelt és kábelköteget megjavítottam. Már akkor kerestem az éléskamrát az autón belül, hisz egy rágcsáló az mindig gyűjtöget, raktározza az eleséget valahol. De sem a futóműben, sem a motortérben ezt a helyet nem találtam. Na most meglett. Én voltam a hülye, hogy a legkényelmesebb helyen nem néztem. Utastér! Azt hinnéd, hogy azért lóg a tetőkárpit, mert elengedte a ragasztó. Francot! Itt van benne a cucc, lehúzza a súlya. Ez itt egy hátsó utastér megvilágító lámpa lenne, azonban Alvinnak be és kiárat. És ahogy ütöm, potyog ki, nézd! Ó, megjött a lámpa is.
Oda néz. Mogyoró, héj, mi egymás? Remélem mondjuk, hogy valami mókus múmia nincsen benne. Ez töménytelen mennyiségű szar. Hát ide kell egy porszívócső, bedugni a lukba és kiszívni mindent. Ne is lássam, mi jön ki onnan. Hallottad? Itt volt a sarkon az éléskamra. Ott a magyaróhéj. Meg a kaka. Gusztustalan volt, de kész. Hogyha ütögetem, akkor ütöm és nem potyog ki a kilómocsok belőle, úgyhogy szerintem nagyjából jó lesz. Hát lógni még mindig lóg, de már nincs ami lehúzza, tehát nincsen benne súly. Hát majd elviszem egy kárpitoshoz, aztán megnézetem. Eddig én azt gondoltam a mókusokról, hogy milyen cuki állat, most annyira nem szeretem őket. Mókuska, mókuska, felmászott a fára. Festett arancsík. Az első részben mondtam, hogy ez engem baromira irritál. Egyszerűen nem tetszik, szerintem nem illik hozzá. Viszont a karamella korongról, meg a lepolírozgatásról lebeszéltek, miszerint nem olyan erős ez már, elég halovány, próbálja meg először higítóval. Az barom erősen kell dörzsölni. Megindult. Mondom a technikát, hogyha valaki ilyen baromságra adná a fejét. Itt meghegítózom, és így hajtom bele az ujjamat, így, és az ujjamnak ezzel a részével nyomom nagyon erősen rá a rongyot a kocsira. Oda néz! És tűnik el! Igaz, hogy belepusztulok, de rendkívül hatásos. Jó, nem sajnáltatom ám magam. Igazából 7 perce csinálom, és a hátsó sárvédő már majdnem készen van. Szédülök, büdös a kezem, mint az állat, de nézd, a hátsó sárvédő kész. Sokkal szebb. Itt még van csúnyaság, itt már nincs. Mennyivel jobb? Kész. Na most... Van az a mondás, hogy a munka nem esít. Lóf!